Köszöntjük kedves nézőinket, Kucsma Barbara vagyok, Önök a Szikszó TV hírműsorát látják. Minden héten pénteken megmutatjuk Szikszó és környéke legfontosabb és legérdekesebb eseményeinek beszámolóját. Heti híradónk tartalmából röviden. Hatalmas érdeklődés fogadta az ország első nemzetközi torta dizájn versenyét Szikszón. Személygyűjtő versenyre invitálta a helyi iskolák diákjait a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. 40 négyzetméteres hűtőház épül a szalón. Hazánk első nemzetközi torta dizájn versenyét rendezték meg Szikszón, ahová rengeteg versenyző és látogató érkezett az ország minden pontjáról, sőt határon túlról is. Az egyedülálló kezdeményezés ötlete egy lelkes amatőr cukrász fejéből pattant ki, aki maga is meglepődött a hatalmas érdeklődésen. Igazi műalkotások ékesítették a Szikszói Inkubátorházat szombaton, ám a szoborszerű remek művek anyaga nem márvány, nem agyag, de még csak nem is fa volt, hanem piskóta és cukormáz. Szeptember 14-e örökre bevésődött Szikszó történelmébe, hiszen az ország első nemzetközi tortaversenyét rendezték meg a városban. Az esemény iránt hatalmas volt az érdeklődés, mind a versenyzők, mind pedig a látogatók tekintetében. A több mint 160 nevező között akadtak szép számmal határon túlról is, a versenytétje pedig óriási volt, hiszen a legjobbak lehetőséget kaptak arra, hogy külföldi versenyeken mutathassák be tortacsodáikat. Elérzékenyültem, amikor észrevettem ezt a sok embert, aki eljött és megtisztelt, úgy a látogatók, a versenyzők, meg aztán tényleg nagyon-nagyon örülök neki, mert nagyon messziről jöttek. Olyan munkáik vannak, hogy ezt simán ki lehet vinni a Birminghami, a világ legnagyobb torta dizájn versenyére, megállná a helyét. Először, ahogy el is mondtam a bemutatkozóban, hogy olyan furcsa érzések kerültek bennem, hogy Istenem, jó, hogy én kitalálom. A párom igent mond. Majd aztán jön a polgármester úr, akit én mélységesen tisztelek és elismerem. És mikor felvetettem neki ezt a témát, akkor azt mondta, sehová máshová ezt, itt Szikszón fogod megcsinálni. És tényleg maximálisan mindenbe segít. Nagyon jó a közösség, kedvesek az emberek, sok minden ide vonz, azon kívül, hogy ugye támogatták ezt a rendezvényt, mert azért szélesebb körbe szétnézek én, és jól érezzük magunkat, jó ide jönni. Azt hiszem, hogy Szikszó történetében ez egy különleges nap, egy különleges alkalom, és aki figyeli a településnek az életét, azt látja, hogy ebben az évben vagyunk 30 esztendősök, és ez az év a születésnapról szól, és hát egy születésnapot mivel lehetne igazán megfelelő módon ünnepelni egy ilyen csodálatos tortaversennyel. Mi a Böbével ismerjük egymást, egy fesztivál keretén belül jöttek oda hozzánk tavaly, és akkor ismerkedtünk meg. Hát akkor megismertük az életét, és akkor még nagy álmavágya volt ez, és erről beszélt nekünk, hogy ő kijuthasson Londonba, hogy itt Magyarországon egyszer is valami ilyesmit, ilyen tortakészítő, vagy valamilyen designer, valamit ő, hogy szeretne megvalósítani. Úgyhogy ezt már mi tavaly tudtuk róla, és mi azóta tartottuk a kapcsolatot, és most, hogy elérkezett ez a nap, mi nagyon szívesen támogattuk az elgondolásába, nem csak úgy, hogy együtt gondolkodtunk vele, hanem a Tarján Kincse termékeit elhoztuk ide, és a VIP vendégeket ezzel láttuk el délelőtt folyamán. Én reggel voltam itt, már fél hétkor hoztuk a terméket Tiszatarjánból, és már akkor elkezdődött itt a készülődés, és mi szemtanúi lehetünk annak, hogy bizonyos darab torták hogy kerülnek a helyükre. Hát nekem nagyon érdekes volt, mert én nem vagyok ilyen nagy kézügyességű, de csodálom ezeket az embereket. Nekem a virág torták nagyon tetszettek, és
most a gyerekemnek lesz majd az esküvője, úgyhogy az esküvői tortákat is nagyon-nagyon megcsodáltam, meg megkritizáltam. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarország először, és főleg itt Borsod megyébe, mi is Borsod megyeiek vagyunk, helyt adott ennek a rendezvénynek. Én most beszélgettem államtitkár úrral a délelőtt folyamán, és Mezőcsáti kistérségbe is szeretnénk majd, ha Böbe hasonlót rendezne. Mindenféleképpen nagyon jó példa ez. Nekem nagyon-nagyon tetszenek, legfőképpen az, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok fiatallal találkoztam, és ez ilyen nagyon pozitívan tölti el az ember lelkét, mert jó azt látni, hogy sok fiatal jön ide. Több olyan korúval is találkoztam, aki ilyen 15 éves is. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy fiúk is voltak köztük, nem csak lányok, és nagyon jó azt látni, hogy érdekli őket ez a szakma, érdekli őket azt, hogy hogyan kell minél finomabb süteményt csinálni, és hogy ilyen aprólékos munkát is el tudnak végezni, és számomra ez nagyon-nagyon pozitív volt ebben a kiállításban. Személyes kedvenc, az a baj, hogy mindre azt tudom mondani, mert hogy én egy nagy süteményevő vagyok, és nagyon-nagyon szeretem az édességet, és igazából nem tudnám kiemelni egyiket sem arra, hogy pontosan az a személyes, mert mindegyik személyes lehetne, és nekem igazából mindegyik nagyon-nagyon tetszett, és úgy látom, hogy mindegyikhez nagyon-nagyon sok munka kellett, nagyon aprólékos részleteket láttam a tortákon, tehát tudom azt, hogy egy kis virág minta megformálása is mennyi időt és mennyi energiát veszel, úgyhogy ezért mondhatom azt, hogy mindegyik kedvenc lehet. Azt gondolom, hogy ez nagyon támogatható rendezvény. Szerintem abból is látszik, amilyen nagyon sokan voltak, hogy az emberek mennyire kíváncsiak erre és mennyire érdekli őket, és én azt gondolom, hogy Magyarországon ma már erre van igény. Remélem, hogy még sok ilyen rendezvényen fogunk találkozni, mert látom, hogy az embereket érdekli, és pozitívan állnak ehhez hozzá. A nagyszabású esemény részeként szakmai bemutatókat is megtekinthettek az érdeklődők, a színpadon pedig Ballariana Emma, Hódos Pletenyik Dóra és Kovács Gábor előadásai követték egymást. Nem csak csodálhatták, hanem meg is kóstolhatták a tortákat, azok pedig, akik tombolát vásároltak, értékes ajándékokkal térhettek haza. Ráadásul a résztvevők között egy gyönyörű mennyasszonyi ruhát is kisorsoltak a szervezők. Az országban egyedülálló kezdeményezés, amely az egyik szervező, dr. Lenkei Ferencné régi nagy álma volt, a nemzetközi sajtóban is kiváló visszhangot kapott. Minden évben szeretnénk megrendezni, és miután Magyarországon ez az első nemzetközi torta dizájn verseny, amire büszkék vagyunk, van Szlovákiából, Szerbiából, Horvátországból megtiszteltek és eljöttek a versenyünkre. Féltünk, hogy nem tudjuk elhelyezni. Szóval már most hála jó Istennek ezért kell félni, hogy most Istenem, hogyan tudjuk majd jövőre elhelyezni, mert megoldjuk. Egy úriember megkeresett, hogy ő egy pozsonyi úrról van szó, hogy nem-e vinnénk el a versenyt. Ez a kék dől, akik le van védve a nevünk, végül is vihetjük, és azt mondta, hogy ha rábólintunk, ő nagyon szívesen intézi a kinti dolgokat, és nagyon szépen kér, hogy szervezzük meg. Ez annyira jó leső érzés, hogy már tényleg határon túl
fölfigyelnek rá és érdekli őket. Elmondhatatlanul büszkék vagyunk a Szilviával. Nagyon fárasztó volt, nagyon sok munkánk volt, nagyon nehéz döntéseket kellett hozni, hiszen a felhozatal, a szint, az iszonyat jó volt, tehát a vártakon felül hozták. Tényleg mondhatjuk azt, hogy a nemzetközi zsűritagok is nagyon meg vannak elégedve, voltak úgymond ájulva, a szintől nem számítottak arra, hogy ilyen jó minőségű munkát fognak találni Magyarországon. Egy zsűritag Angliából érkezett, egy másik zsűritag pedig Németországból. Nagyon-nagyon sok jó volt, és nehéz lenne egyet kiemelni. Akit én választottam a zsűri elnök külön díjának, volt egy kis kutyusos, itt a kis kutyus parti volt, ami nagyon tetszett, az ötlet, a kidolgozás, a színvilág, teljesen elvarázsolt, és ezért döntöttem úgy, hogy ő kapja a zsűri elnök külön díját. Inkább lányok szoktak nyerni, lányok szoktak nevezni, úgyhogy nekünk ez külön öröm, hogy a fiúk is kedvet kaptak a kreativitáshoz, és vittek érmeket. Jövőre szeretnénk szervezni egy másikat, reméljük, hogy fognak nevezni, és akik már neveztek, kedvet kapnak visszajönni, úgyhogy értékes ajándékaink vannak, illetve a cukrász tanulókat is nagyon szívesen várjuk, hiszen van nekik is kategória, amit a Sugar Párizsra, Franciaországba lehet kiutat nyerni. Hálaadó jótékonysági koncertet szervezett a Szikszói Görögkatolikus Egyházközség szeptember 15-én. A közönség ezúttal Szent Martin művész úr csodálatos koncertjét élvezhette, az előadás után pedig egy kis borkóstolóra is marasztalták a vendégeket. Már második alkalommal tartjuk a templomi koncertünket. Az elmúlt esztendőben egy háladó koncert jelleget adtunk neki. Ugye ez oda nyúlik, görög bálokhoz nyúlik vissza, már tizedik alkalommal szervezzük meg az idén, és akiket eddig meghívtunk a görög bálokba, fellépőket, azokat tavalyi évben egyszerre elhívtuk, és egy gyönyörű szép koncertet adtak, és akkor láttuk, megtelt a templom, tehát 400-an voltunk itt a templomban, és akkor láttuk, hogy erre van igény. Aztán ebbe az esztendőbe, aki nekünk nagyon-nagyon sokat segít mindenféle programban, Szladics István barátunk, ő ajánlotta fel, hogy a István Nádor borlovagrendnek a tagja Szent Martin művész úr, és őt megpróbáljuk ide elhívni egy ilyen alkalomra, és hála Istennek most erre sor is kerül, és bízom benne, hogy ismét, ahogy látom, hogy jönnek elég sokan befelé, tehát meg fog telni a templom, bízom benne, és ennek is egyfajta hagyomány jelleget szeretnénk mellé rakni, hiszen látjuk, hogy az embereket a szép, a zene az mindig érdekelni fogja, és most annyival bővítettük ki, hogy nem csak a koncerten egyszerűen hazamegyünk, hanem majd itt majd látszik, asztalok vannak lerakva, és egy kis lelki vagy igazi fröccsre is lehet jönni, egy pogácsára, egy lángosra, és egy kis beszélgetés keretében lezárjuk ezt a szép vasárnapot.
igazság, hogy tavaly, mikor vége volt a koncertnek, Tibor atyával megbeszéltük, hogy a nagy sikerre való tekintettel ebből egy sorozatot szeretnénk csinálni, és minden évben lesz egy ilyen hálaadó koncert. A templom úgyis mindig épül és szépül, hálát adni meg van miért, és azt hiszem, hogy most különösen, hogy Tibor atya itt van újra köztünk, és megívta maga arcát és meggyógyult, úgyhogy először én neki szeretnék kérni egy nagy tartsát. Azt látom itt is, hogy hál' Istennek nem csak görög katolikusok jönnek, hanem a város szinte minden lakója felekezettől függetlenül itt van, együtt ünnepelnek, és azt gondolom, hogy egy jó közösségnek, akár egyházközségnek, vagy falunak, vagy városnak tényleg az az ismerve, hogy vannak olyan programok, ahol együtt tudunk lenni, elvektől, ötletektől, teljesen mindegy, függetlenül valami közös cél érdekében. Most egyébként van egy célja is, ahogyan tavaly is a jótékonysági koncertünknek, majd ha mennek kifelé, akkor van egy kis persely, ahová adományokat nagy szeretettel fogadunk, hiszen a templomunk árva, hiszen nincs harangja. És a jövő esztendőre a haranglábat szeretnénk elkészíteni, és erre gyűjtjük most az adományokat a jótékonysági koncert keretében. Gyűjtő versenyre invitálta a helyi iskolák diákjait a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, felhívva a figyelmet ezzel arra, hogy egy kis csapatmunkával sokkal élhetőbbé tehetjük környezetünket. A versenyen a legtöbb szemetet összegyűjtő diákcsoport mozilátogatási lehetőséget kapott. A város fiataljait próbálta megszólítani a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, hiszen Zsákolj a tisztább Szikszóért elnevezéssel személygyűjtési akciót szerveztek a helyi iskolák diákjai számára. A takarítás világnapjának apropóján a 10-12 fős csapatoknak a város egy-egy pontján kellett összegyűjteniük a szemetet, amellyel nem csak szebb városképet, hanem nyereményt is kaphattak. Intézményünknek Család és Gyermekjóléti Szolgálata találta ki ezt a programot a szikszói gyerekeknek a számára, abból az apropóból, hogy a takarítás és a személygyűjtés világnapja ezen a héten van, ezért mi is szerettünk volna ehhez csatlakozni, és az az ötletünk támad, hogy a Szikszó városában működő 5 iskolát meghívjuk ebbe az akcióba. Nevezetesen ezek az iskolák a Móricz Zsigmond Általános Iskola, a Szent Márton Általános Iskola és Gimnázium, az Abigail, az Abakusz és a Fókusz szakképző intézmények. Nagyon örültek neki az iskolák, majdnem mindegyik iskola csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Van olyan iskola, aki 2 csapattal is képviselteti magát ezen a mai napon. 9 órakor itt az intézményünk udvarán gyülekeztek a 10 fős csapatok egy-egy kísérővel, kitaláltak maguknak csapatnevet, megtörtént a regisztráció, kiosztottuk a zsákokat, a kesztyűket, és egy kalapból kihúztuk azt az 5 helyszínt, amit kijelöltünk az 5 csapat számára, ahol ma szemetet fognak gyűjteni. Nagyon örültek a csapatok a helyszíneknek, és a sorsolást követően el is indultak a helyszínekre. Az intézmény munkatársai kísérik őket, és ők felügyelik, hogy rendben történjen a személygyűjtés. 11 óráig lehet a szemetet gyűjteni, akkor 2 kollégám fogja körbejárni a csapatokat, és mérlegen megméri, hogy ki mennyit gyűjtött össze. Ezt követően visszajönnek a csapatok ide az intézmény udvarára, és majd itt eredményt fogunk hirdetni. És hát azt gondolom, hogy nagyon jó nyeremény sikerült kitalálnunk, ugyanis az a csapat, aki nyerni fog, őket busszal elszállítjuk Miskolcra moziba, közösen megnézhetnek egy mozikat,
mozifilmet, amit ők választanak ki, azután pedig a busz hazahozza őket. Úgyhogy már itt reggel nagyon lelkesek voltak, már minden csapat azon törte a fejét, hogy a moziba milyen filmet fognak megnézni. Volt, aki már konkrétan a film címét is tudta, hogy ők ezt a filmet néznék meg. Remélem, ez nagyon fogja őket a munka során is motiválni, és úgy szedik a szemetet, hogy közben gondolnak erre, illetve arra, hogy ezzel a várost tisztítjuk meg, és a környezetünket óvjuk meg, és arra hívjuk fel a figyelmet, hogy fontos az, hogy tiszta legyen a város, meg a környezetünk, mert más rögtön a közérzetünk, hogyha egy tiszta, szép városban vagyunk. Első alkalom, hogy ezt kitaláltuk, de már tavaly megfogalmazódott bennünk, hogy akkor ezt meg fogjuk csinálni, és hát bízom benne, hogy ez most olyan sikeres lesz, hogy ezzel egy hagyományt fogunk elindítani, és jövőre is, meg azután is meg fogjuk rendezni ezt a takarítás világnapját, aminek egyébként itt nálunk az a címe, azt a címet kapta, hogy Zsákolj a tisztább Szikszóért. A legtöbb szemetet bezsákoló iskolai csoport végül az Abigail általános iskola tripla kávé csapata lett, akik összesen 79 kg hulladékot gyűjtöttek össze. Újabb pályázati lehetőséget megragadva épül Aszalón egy 40 négyzetméteres hűtőház, ahol a településen megtermelt zöldségeket tárolják majd a későbbiekben. Aszaló polgármestere azt is elárulta, hogy a jövőben a zöldségek mellett gyümölcstermesztésbe is szeretnének belevágni. A mai világban jellemzően egy település, amennyiben hatalmas ipari területekkel, illetve egyéb iparűzési adó bevételekkel nem rendelkezik, ilyen például Aszaló is, fejlődése érdekébe kell, hogy különböző pályázatokat nyújtson be. A saját erőből csak kisebb fejlesztéseket tudunk megvalósítani, vagy valósítottunk meg az elmúlt időszakban Aszalón. Itt ugye meg kellene említenem például a vonatvárót, vagy a temetői díszkivilágítást. Jelenleg a településünkön úgymond három nagyobb projektkivitelezési munkálatai folynak. Mögöttem az új aszalói hűtőház szerkezetkész állapotát láthatják már a kedves nézők. Azért döntött úgy a település, hogy próbálkozunk ezzel a pályázati lehetőséggel is, mert mezőgazdasági tevékenységeinknek a körét tovább szeretnénk a jövőben bővíteni. Fólia sátraink helyzetét meg kell, hogy vizsgáljuk, ugyanis ahol korábban fóliasátros növénytermesztést folytattunk nagy mennyiségben, ott jelenleg ez év folyamán egy bölcsödének a kivitelezési munkálatai zajlottak, úgyhogy ott a munkaterületet át kellett, hogy adjuk a kivitelezőnek, így ezen az udvaron nem sokat tudtunk mozogni ez év folyamán, viszont a későbbiekben fogjuk folytatni a fóliasátros növénytermesztést is. Emellett komplexen kell, hogy gondolkozzunk a település fejlesztése érdekében, úgyhogy akár a hűtőház kapacitásának kihasználásához kapcsolódóan egy zárt kerti fejlesztésre vonatkozó pályázatot is benyújtott településünk, amely kapcsán egy barackost szeretnénk önkormányzati tulajdonú zárt kerti ingatlanok összevonásával létesíteni, ezt kerítéssel is, illetve a hozzávezető úttal, illetve egyéb szükséges infrastruktúrális elemekkel fogjuk ellátni. Mindamellett, hogy az önkormányzat által előállított zöldségfélék vagy késztermékek tárolását a jövőben ezen az ingatlanon meg tudjuk oldani, lehetőséget fog biztosítani az önkormányzat arra is, hogy amennyiben lakosság részéről van arra igény, hogy az általa megtermelt zöldárut vagy késztermékeket szeretné az önkormányzat tulajdonában lévő hűtőházban tárolni, ez is megoldható lesz a jövőben. Amennyiben ez az igény jelentkezik a későbbiekben, természetesen az önkormányzatnál keressenek minket a kedves lakosok, és a részleteket meg tudjuk a hűtőház használatával kapcsolatosan beszélni. Arról későbbiekben fogunk dönteni, hogy ezt a szolgáltatást térítésmentesen, vagy költség ellenében biztosítjuk az igénylők részére. Én úgy gondolom, hogy az ingyenesség irányába el kell mozduljunk, mert ha a település lakosainak különböző bevételei vannak, akkor későbbiekben abból Aszaló is profitálhat. És amennyiben lehetőségünk van arra, hogy az ingyenes szolgáltatások körét biztosítsuk a lakosság részére, akkor ezt minden esetben meg is tesszük.
Említettem az előbb, hogy egy településvezetőnek komplexen kell gondolkoznia. Ismeretes a kedves lakosság részéről, hogy a korábbiakban sok tanfolyamot tartottunk településünkön. Ezeknek az egyike volt a savanyítás technológus képzés. Ezen tanfolyam keretében olyan szakembereket képeztünk, akik segítségével a későbbiekben savanyító üzemet is tudunk a településünkön létesíteni. Ehhez kapcsolódóan, amennyiben termékeinket tudjuk értékesíteni, rendes állásban is tudunk a későbbiekben embereket foglalkoztatni. Önkormányzatunk anyagi lehetőségeihez mérten, illetve a pályázati lehetőségekhez kapcsolódóan folyamatosan vásárol lakóházakat a településen, és amennyiben a későbbiekben ehhez kapcsolódó pályázati kiírást találunk, akkor ezeket a lakásokat felszoktuk újítani, és tartalommal töltjük meg. Jelenleg itt a Honvédó 13 szám alatt megvásárolt ingatlan talán már 20 éve is lakatlan volt, úgyhogy az önkormányzat tulajdonában megtaláltuk a hozzá kapcsolható pályázati kiírást. Ugye az udvaron elhelyeztük a hűtőházat, hamarosan a lakóház felújítása is megkezdődik. Itt a hűtőházhoz kapcsoló irodahelyiségeket fogunk kialakítani. Unokáinak írt történeteiből állította össze első mesekönyvét Ráskiné Génagy Éva. A könyv bemutatójára október 1-én 17 órától a Szikszói Inkubátorházban kerül majd sor, ahová a szerző szeretettel vár minden mesét szerető szülőt, nagyszülőt és természetesen a gyermekeket is. Ez a mesekönyvnek a születése egy nagyon érdekes dolog. Én soha nem írtam annak előtte sem mesét, sem verset, nem is tudtam volna két szót összerakni, hogy rémeljen, és amikor megszülettek a kisunokáim, akiket én égi ajándéknak hívok, kaptam mellé egy másik égi ajándékot, elkezdtem meséket írni nekik. Aztán jöttek a versek, verses mesék, és utána pedig a felnőtteknek szóló írások és a felnőtteknek szóló versek. A meséket én eredetileg csak a gyerekeknek szántam. Készítettem én régen kis füzetecskéket, mesefüzetecskéket ajándékba a gyerekeknek. Nem gondoltam rá, hogy a nagy közönség számára ezt bemutassuk. És egyik alkalommal a polgármester úr rám szólt, hogy van már egy mesekönyvre való anyagod? És akkor mondtam, hogy természetesen. Nagyon szeretik a kisunokái, mindig várják az új meséket. Azt mondta, akkor ki kell adni. És ő adta meg az indítatást ahhoz, hogy ez a mesekönyv megszülessen a nagy közönségnek. A könyv az elsősorban persze a kis olvasóknak, vagy a kis mesét hallgatók és gyerekeknek szól minden korosztálynak, aztán azoknak a szülőknek, akik szeretik a mesét olvasni a gyermekeknek, és azoknak a nagymamáknak, nagypapáknak, akik szintén a gyermekeknek, unokáknak olvassák a meséket. Sokféle mesét tartalmaz. Tulajdonképpen a bükkerdei hangyamesék azok, amelyek a kisunokáimról, a kisunokáimnak szólnak. Persze, ha más gyermekeknek is ezek a történések ismerősök, akkor az csak a nagyi fantáziájának a szülötte, tehát nem velük történt meg. Mesekönyv bemutatója itt lesz Szikszón, az inkubátorházban, október 1-én, délután 5 órakor, hogy a dolgozó szülők is el tudjanak jönni. Várjuk a gyermekeket is természetesen, amelyik szülő, nagymama, nagypapa el tudja hozni. Ingyenes a belépő, és a mesekönyvet az Irodalmi Rádió szerkesztette, a Zsoldos Árpád és a felesége az Adrien szerkesztésében, kiadásában kerül bemutatóra, és ők fogják levezetni a könyv bemutatót is. A mesekönyv megkapható, tehát itt megvásárolható a bemutatón. Még egy érdekességet elmondanék, ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a mesekönyv illusztrációt velem együtt a négy kicsi unokám készítette. Egyik unokám itt lesz, és ő is fog egy verset mondani, amit még pici óvodás korában írtam hozzá, és ő is fog furuljázni. Azon túl Mező István fog a Hajnalcsillag együttessel föllépni, és természetesen az Irodalmi Rádió is fog bemutatni belőle mesét.
Rengeteg izgalmas programot tartogat az idén 30 éves Szikszó városa az ősz folyamán is. A mozgalmas nyár után sem szusszannak a Szikszó 30 programsorozat szervezői, hiszen az év további részében is azon munkálkodnak, hogy a város és annak minden lakója méltóképpen ünnepelhesse Szikszó újravárossá nyilvánításának 30. évfordulóját. Szeptember 24-én a sportcsarnokban hagyományos módon ismét megrendezzük az idősek találkozóját, amire nagy tisztelettel és szeretettel hívom meg a 62 év fölötti szikszói lakosokat. Természetesen mindenki kap meghívót. A szokásos módon a nap egy kulturális szórakoztató műsorral kezdődik, illetve majd egy ebédre invitáljuk az időseket, és ezt követően 14 órától a helyszínen fogják megkapni a Szikszó jegyet, ami ebben az évben immáron második alkalommal kerül átadásra az időseknek, és hát én úgy gondolom, hogy azok, akik valami miatt nehezen tudnak közlekedni, hogyha a titkárságon jelentkeznek, akkor értük pedig tudunk küldeni megfelelő szállítójárművet. Természetesen azok, akik valami miatt nem tudnak eljönni a rendezvényre, azok a titkárságon jelzik, és a kollégáink az előző évekhez hasonló módon személyesen kiviszik a lakosoknak a jegyet. A szezon leginkább várt rendezvénye kétségkívül a Szüreti Fesztivál, amely színes kulturális műsorblokkjával, mókás madár ijesztőivel, a nagy sikerű szüreti játékokkal és esti koncertjeivel minden évben nagy érdeklődésre tart számot. Ebben az évben is Szikszóvárosi Intézmény Működtetőközpont és Szikszóváros Önkormányzata közösen megrendezi a hagyományosan a Szüreti Fesztivált. Természetesen több helyszínen találkozhatunk majd programokkal. Az első program egy órától indul majd, a iskola udvarától egy gyalogos szüreti felvonulás veszi kezdetét. Olyan fél kettő körül érkezik majd ide föl a város főterére a gyalogos szüreti menet, és itt természetesen a kisbíró kihirdeti a programot, majd a vagabanda gólyalábasok indítják az idei szüreti fesztivált, fellépnek többek között a Zsolca Néptánc Együttes, köszöntőkkel készülnek Szikszóváros polgármestere, illetve Koncz Ferenc országgyűlési képviselőnk is ellátogat a szüreti rendezvényre. És természetesen, mint minden rendezvényünkön, itt lesznek a városi óvodás gyerekeink, a betáni óvodások, fellép a Móricz Zsigmond általános iskola, a Szent Márton katolikus iskola, és itt lesznek a harangvirág dalkörös idősek is, akik nagy izgalommal készülnek erre a szüreti rendezvényre. A szüreti rendezvény kapcsán ugye megszokhatták a kedves szikszóiak, hogy minden évben játékos vetélkedővel is készülünk, így van ebben az évben is. Négy vagy lehet, hogy akár öt csapat is majd megmérettetik, hogy kik tudnak ügyesen szüretelni, ugyanis délután 16 órától szüreti játékok veszik majd kezdetét itt a főtéren, a nagyparkolóba. De előtte Desperado koncerttel várjuk az ide látogatókat, és a szüreti játékok után olyan fél öt magasságában pedig Janicsák Veca fogja zárni a szüreti programot a város főterén, és a harmadik program, mint már hogy az elején is említettem, hogy több részből áll ez a nap, harmadik programként pedig a nap zárásaként hagyományos szüreti bál veszi majd kezdetét az inkubátorházba. Ez élőzen és vacsorás, és ez természetesen belépő jegyes. Hétfőtől az inkubátorházba lehet majd kapni erre a bárra jegyeket. Úgyhogy én szeretném tolmácsolni minden kedves szikszóinak, aki csak teheti, vegyen részt ezen a szüreti felvonuláson, a rendezvényen. Természetesen a kulturális programok mellett kísérő programok is lesznek, virgonckodó, szüreti játszópark, madárijesztő szépségverseny, készülnek a start zöldség kiállítással, lesz lángos, lesz büfékocsi, lesz grillételek, lesz muskóstolás, a városi könyvtár pedig a gyerekeknek egy igazi őszi kézműves foglalkozással készül, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. A szikszói görögkatolikus egyházközség is készül az őszi szezonra, hiszen hagyományos görög bájuk idén jubilál. Már a régi hagyományos és most már egy szép korba lépett a görög bálunk, immár a 10. jubileumi bál lesz, október 4-én, ekkor rendezzük majd meg, este 7 órakor kezdődik majd megnyitóval.
És eddig is volt jegyeket a már megszokott barátainktól, Zimonyi Tamásné Marikától, Szarkáni Huszka Krisztinától és Leskó Jánostól lehet majd megvásárolni. Itt is érdemes jönni, hiszen jubileumi bálon új dolgokkal is fogunk majd, reméljük, hogy meglepetést okozni. Egy új zenekar is érkezik hozzánk, annyit elárulhatok, hogy Felvidékről jönnek majd hozzánk játszani, egy ötfő zenekar. A fődíj is érdekes lesz, minél többet tudjanak együtt tölteni a családok, illetve ugye azt tudjuk, hogy vasárnaponként, vagy általában étkezések után a feleségnek a dolga elmosogatni. Na most ezt ő meg szeretnénk tőle egy picit fosztani, egy mosogatógép lesz a fődíj. Érdemes tehát jönni, tombolát vásárolni és velünk együtt mulatni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Kucsma Barbarát látták a Szíkszó TV 2019. évi 38. heti híreivel. Híradónk anyagait visszanézhetik a Szíkszó TV Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hét múlva friss hírekkel várjuk Önöket a viszontlátásra!